Magyarországon nem csak Székesfehérvár volt koronázóváros, nem csak Székesfehérvár, majd később Pozsony, illetve a 18. századtól a 19. században Buda játszik szerepet, hanem három magyar uralkodó koronázás volt Sopron városában is, nevezetesen 1622-ben és 1681-ben királynét koronáznak, ugye a nyugat-magyarországi városban, 1625-ben pedig harmadik Ferdinándot. És hadd említsem meg azt a nagyon friss kutatási eredményt, hogy a korona első közszemléjére, amit ma ismerünk a magyar történelmből, az éppen az egyik soproni koronázáson került sor, amikor 1622-ben az újonnan megválasztott nádor, tehát az akkori miniszterelnök, Turzó Szaniszló a koronázási jelvényeket, mivel Sopronban volt a koronázás, és aki Sopronban járt, tudja, hogy a főtéri kecsketemplom nagyon kicsi, tehát oda úgy fogalmaznék, hogy csak a VIP vendégek mehettek be a koronázásra, tehát a magyar politikai elit. Ezért a koronázást megelőzően a soproni városházáról a főtéren összegyűlt népnek a magyar nádor kimutatta a koronázási jelvényeket. Ami egészen unikális dolognak tartható, tehát a magyar hétköznapi állampolgár, aki megjelent a soproni koronázáson, annak egyik előzetes eseményén láthatta a Szent Koronát és a felség jelvényeket. Ilyen később majd Budán, illetve Budapesten csak a 18. század végén, a 19. század elején kerül sor. Tehát ez egy olyan különleges esemény, amit például még másfél hónappal ezelőtt én sem tudtam, sőt, talán elmondhatom, hogy annyira friss a kutatásunk, hogy tegnap estétől tudom egy kollégámnak köszönhetően, hogy 1618-ban II. Ferdinándnak a koronázásán a korona 9 csüngőjéből az egyik elszakadt. Ugye ezt mindenki, aki látja a koronát, tudja, hogy 9 csüngő van. Az egyik elszakadt, és ekkor ezt sejem fonállal erősítik meg.